Na, sziasztok! Kicsit izgulok, bevallom. Uh, Kösz! Uh, a annyit kért, igazából egy picit meghatározottabb témát kaptam, mint amit most Máriusz mondott, hogy lehetőleg az alkalmazott dalszövegírással írjak, uh, meséljek nektek. Uh, nyilván ezek nem uh, az élet nagy igazságai lesznek, és én sem vagyok a minden titkok tudója, nyilván vannak olyan tapasztalatai, amik szerintem nektek is hasznosak lesznek. Jó, alkalmazott, vagy én inkább úgy értem, hogy alkalmazkodó szövegírás. Én azt gondolom, hogy azt hívhatjuk ennek, minden ilyet ide fogok sorolni, ami nem a számotokra természetes folyamat. Tehát nem csak effektíve az, amikor az van, hogy én szoktam magamnak szövegeket írni a saját dalaimhoz, de most megkért a huligánsz vagy a valaki, hogy írjak neki egy szöveget, hanem minden olyanra, ami egy picit arra sarkal, hogy valamelyik paraméterét fel kell adni annak, ahogy egyébként írtok szöveget. Mert nyilván gondolom mindenkinek megvan a maga kis megszokott metódusa, hogy mit tudom, este 6 és 11 körül, vagy hajnali kettőkor, vagy buli után, vagy buli előtt, vagy egyedül, vagy társaságban. Van egy csomó része, amit én úgy, írok, hogy az, vagy úgy hívok, hogy az írásnak a, a a magánügy része. Ezekről nem fogok beszélni, a közügy részekről fogok beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy onnantól az is egy kicsit alkalmazott sztori, hogyha mondjuk egyrészt nyilván, hogyha más oldalnak kell írni, vagy hogyha más szerzőtársal írtok, mint szoktatok, gondolom itt is vannak olyanok, akiknek van saját zenekara, meg tudom, hogy van olyan, akinek van állandó, bevált producere, dalszerzője, stb. De hogyha valaki mással hoz össze az élet, lásd mondjuk, mint itt, vagy ne adj Isten, mondjuk felkérnek egy filmhez, és van mondjuk egy kötött téma, vagy az én olvasatomba egyfajta alkalmazkodás az is, hogyha mondjuk kevés az idő, mert van egy határidő, be kell fejezni, és hogyha az ember ahhoz szokott hozzá, hogy akkor rak le valamit az asztalra, amikor neki tetszik, lehet, hogy már ez is egyfajta stresszfaktor lesz, ahhoz képest, hogy tét nélkül ír az ember dalt. Két blokkból fog nagyjából állni, amit terveztem, nem akarom nagyon rabolni az mert nyilván mindenki már éhes, és a végén meg nyilván lehet kérdezni, hogyha van olyan, ami esetleg beindította az agyatokat. Egyrészt jönnek ezek az általános dolgok, amiket én így a saját tapasztalataimnak gondolok, hogy hogy érdemes neki kezdeni egy ilyennek, és a második blokk pedig... Az, a, az a, mit csináljunk, hogyha megakadtunk, blok lesz, egy ilyen kis megakadás, elhárítás, mert azt gondolom, hogy a, a bármilyen alkalmazott melóban a legnagyobb veszély a dolgnak, hogy eljut az ember egy olyan pontig, hogy hát ez most nem megy. Ami el szokott jönni egyébként akkor is, amikor az ember a saját dolgát írja, ez nyilván nagyon függ attól is, hogy az ember mennyire ö, tömegtermelésre áll rá, vagy mennyire tényleg csak a, a saját... Ö, a saját ilyen ösztönös igényei alapján rendezgeti a dalokat, meg a gondolatait. Mik lehetnek azok a szabályok vagy közügyek, hogyha valaki másnak kell írnunk, amit szerintem érdemes figyelembe venni. Elég evidensnek tűnhet, de nyilván nagyon fontos, hogy amit írunk, az hiteles legyen az adott előadótól. Hogy tudjuk ezt megtudni? Egyrészt érdemes kicsit művelődni a, a, a dolgaiban, de nekem az a tapasztalom, hogy nagyon sokszor egy csomó olyan előadó, aki nem szövegíró, vagy nem csak ő írja a saját szövegeit, sokszor szolgáltatva vannak, hogy mit kap. Tehát, hogy nagyon sokan énekeltek el olyan dalukat már pályájuk során, és van vele a YouTube, amit ma már nem biztos, hogy azt mondják, hogy elénekelének. vagy nem teljesen fejezi azt ki, hogy ők igazából kik. Nekem szokott egy ilyen bemelegítő kérdésem, vagy levelezésem lenni általában az előadókkal, hogyha elkezdünk egy közös munkát, hogy ilyen toplistákat íratok velük. Tehát, hogy így uh, mi a tíz kedvenc magyar dalszöveget. mi az az öt dalszöveg, amire azt gondolod, hogy bárcsak te írtad volna, vagy, vagy ki az, aki neked éppen most tetszik, vagy inspirált. Tehát egy kicsit, kicsit elkezdeni uh, keresni azokat a dolgokat, uh, amik közös pontok lehetnek a folytatásban. Tehát általában uh, a, a top tízekből általában szokott lenni uh, kettő olyan, amire én is azt mondom, hogy na ezzel én flasheltem valamikor, vagy valamit nekem jelent. Ha nagyon-nagyon nagy nagyon nyalingerről van szó, akkor szokott benne olyan is lenni, amit én írtam, de ezt most tekintsünk el. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy sose, ez, ez azt hiszem a szóval legfontosabb dolog, amit megtanultam az elmúlt években, sose szabad lenézni egy külsős melót, vagy egy előadót, vagy egy felkérést. Tehát, hogy, hogy mindig úgy kell rá gondolni, hogy ez ugyanolyan kurva jóra meg akarod csinálni, mint hogyha saját magadnak akarnál lerakni valamit az asztalra, nem az, hogy jó, hát ez ilyen kis kért, valami nyár is lágert a gyerek, hát akkor jó lesz, szevasz. Szia. Akkor jó lesz ide az is, amit magamnak egyébként nem biztos, hogy megtartanék. Ez, ez, ez szerintem, eleve azért se tehetjük meg, mert nyilván az, azért a minőségért kértek fel minket egy melóra, amit tőlünk megszoktak. Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt azért, azért nem javaslom, mert egyrészt ö, visszaüthet, másrészt meg azt gondolom, hogy rohatul demotiváló. Tehát egyébként, hogyha eleve úgy mész neki egy melónak, hogy most most nem akarom a maximumot megugrani, vagy nem muszáj a maximumot megugrani, az is lesz általában. Tehát lehet, hogy ha véletlenül valamit elkapsz, ahogy az embernek szerencsére van olyan, hogy néha valamit elkap, akkor bejöhet, de, de, de ez megint oda vezethet, hogy, hogy, hogy nem, nem, lesz a végeredmény annyira a, a, célos. Hogy sose sajnáljatok jó ötleteket egy másnak írt daltól. Tehát, hogyha, hogy ezt én is csináltam régen, és egyébként tök nagy fasság, hogy hogy, hogy, azért, hogy a saját cuccomba több power maradjon, azért, azért, azért nem szabad egy jó esetleg meglévő, vagy félkész, vagy olyan ötletet ö, még tovább tárolgatni, hogy majd valahova egyszer jó lesz. Hogyha, szerintem kell annyira bízni mindenkinek a saját tehetségébe, hogyha eddig jöttek jó ötleteim, akkor majd ezután is fognak jönni jó ötleteim. Tehát ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy a saját flónkat azzal ne akasztjuk be, hogy van valami jó, ami ki akar jönni, de hát most mi neki? Hát majd a következő lemezre tök jó lesz, és mi van, hogyha nem lesz jó? De meg mi van, hogyha most ezzel egy kicsit így hagyjuk eldugulni azt, aminek ki kell jönni? Ö, fontos, hogy ne, ne, ne kössön, kössön gúsba az az érzés, hogy most másnak írsz, ha nem éled meg egy, egy jó játékként. Tehát hogy próbálj, kipróbál, próbál kipróbálhatsz olyan dolgokat is, amit mondjuk saját magadnak nem biztos hogy lemernél írni, vagy, 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 megmernél próbálni. Ö, én egyébként úgy kezdtem annak idején, hogy gitároztam egy zenekarba, ahol énekelt valaki más, és, és azért kezdtem el saját zenekart csinálni, mert, mert, először nagyon nagy korlátnak éreztem azt, hogy, hogy, hogy most egy máskorú, más nemű valakinek a szájába vagy agyába kell beleköltöznöm. Miközben most már tudom, hogy egy tök jó játék is lehet, hogyha az ember meg tudja élni. Ez nyilván kell egy, egy nyitottság a partner részéről. Nálam sajnos az is para volt, hogy időnként a legjobb ötleteimet dobta ki az a valaki. De nyilván az, hogyha az ember sok mindenkivel dolgozik, meg különböző emberekkel dolgozik, meg jó emberekkel dolgozik. Tehát egyébként az egész uh, interakciónak egy nagyon-nagyon fontos része az is, hogyha azt érezzük, hogy a dolog az gáz, vagy nem éri meg azt, akkor szólni kell és akkor offolni kell. És ezt is egyébként nem olyan könnyű megtanulni. Uh, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy, 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 hogy a, már a partner is nyitott legyen, motiváljonak az egész folyamatra. Tehát, legyünk alázatosak, de az is nagyon fontos, hogy legyünk tiszták a saját játékszabályainkkal. Tehát, hogy tényleg az van, hogy valami olyan dologba akar belekényszeríteni az előadó, vagy akár a producer, vagy akár a társszerző, aminek nem pasza, akkor szóljunk. Tehát, hogy például, ha pontosan tudjuk, hogy mi valamilyen fajta szövegbe, vagy valamilyen fajta ritmikába, vagy valamilyen fajta gondolatiságba vagyunk jók, és vannak dolgok, amik tőlünk idegenek, és kapunk egy olyat, akkor mielőtt ész nélkül igen mondunk rá, mert ígérnek pénzt, vagy ígérnek nagy megjelenésük lippet, vagy ígérnek azt, hogy, hogy hát de neki annyi milliós megtekintése van, hát csináld meg neki, kurva jó, ezt nagyot fog menni. Hogyha valamire azt szeretnéd, hogy szenvedni fogsz vele, akkor próbálj az elején szólni. Tehát, hogy a legnagyobb parám nekem ebből a szempontból azok a kamu angol dal alapok. Amikor a Máriuszék mondták, hogy ez fel lesz véve, addig úgy terveztem, hogy mutatok párat, nem fogok mutatni, mert senkinek nem akarom kiadni alapjait. De nagyon tipikus például, hogy, hogy, kapok egy kamu angolt, ahol rettenetesen meg van ficsizve a sor vége. De ilyen, ilyen nagyon. Na most ugye a, a magyar nyelv meg ugye úgy működik, hogy, 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 nagyon kötöttek a hangsúlyozások, tehát magyarul, hogy egy szóvégi magánhangzó, de nagyon meg akarsz picsizni, az nagy valószínűség szerint csak egy egy szótagos és hosszú magánhangzós szó lehet. Abból meg ugye van olyan nagyjából, nem tudom, húsz használható, már, vár, kár, lát, amiből aztán fájdalmasan lerágott csontok tudnak lenni. Tehát én már ilyenkor szoktam szólni, kapok egy ilyen kamongot, hogy ezt Bocsánat, lehet, hogy ezt át kéne ezt a dalt gondolni, mert elhiszem, hogy így azt hiszed, hogy te vagy a bon Jovi, de ez magyarul nagyon szar lesz. Tehát, hogy így, ö, aztán most már próbálok majd egy kicsit 20-21-es 20 példákat is hozni, de tényleg kaptam, miért nem is elég. Ö, és itt bejön még egy fontos dolog, például nagyon fontos a korosztály olyan szempontból, az előadói is, a közönségé is, hogy az, hogy például mennyire hozzuk bele a jelen időt a szövegeinkbe, az nem mindig fog ugyanúgy működni. Tehát, hogy, hogy ami nagyon fasz a szójáték lehet mondjuk egy, egy, egy trap vagy egy hip-hop szövegben, aminek a közönsége mondjuk, tudom én, 16-25-ös, vagy most nem mondom a még lejjebbet, de nyilván sokkal lejjebb kezdik el ezeket, az lehet, hogy egy, egy mondjuk egy, egy 30-as előadónak a szájából gáz lesz. Tehát, hogy így, Ö, hogyha idézhetek jelenlévőtől, akkor mondjuk a... a hogy van? Madástéri mini állam? Az például lehet, hogy egy 30-as előadónak... A, a, 30. igen, de az a közönséged? Mi tudom, <laughs> Jó, de mit tudom én, lehet, hogy az... Igen. És mondjuk, mit tudom én, hogyha ezt egy olyan... Ez egy olyan előadónak a lemezére kerülne, akit még mit tudom, borsodba hallgatnak a... Ja, de Akkor az nem fog semmit mondani. Csak arra hogy most már végre épkézlel példát mondani és konkrétat, hogy érdemes például megnézni, hogy ami nekünk jól áll, meg ami a mi kis univerzumunkban egyébként egy ilyen, meg például nekem kurvára tetszik, az lehet, hogy az előadók 80%-ának egyszerűen nem fog jól állni, nem fog átmenni, nem fog működni. Azért fontos, hogy ezeket végig gondoljuk, mert, mert ez ilyenkor tényleg nem arról szól, hogy esetleg. Tehát nekünk is kell tetszen, de ugye azért, azért kaptuk ezt a melót, hogy egy valamilyen feladatot teljesítsünk. Nem biztos, hogy ez minden esetben bele fog férni. Ö, hogy szoktam én még egy ilyet elkezdeni, azon kívül, hogy kérek gyönyörű toplistákat. listákat? Szoktam azt kérni az előadóktól, hogy, hogy, hogy a dal hangulatára keressünk valami közös témát. Ö, és ilyenkor inkább arra gondolok, hogy, hogy legyen valami közös érzelmi momentum, például ami, ami, ami a saját életemben is valamilyen formában megtörtént. Tehát a halálom az, amikor azt mondják, hogy és milyen, miről szóljon a szöveg? Hát legyen ilyen motiváló, vagy romantikus, oké, okay, tök jó, köszi, mi a fasz, kezdjek vele. De hogy, 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 hogy valaki elmesél egy történetet, elmeséli, mit tudom én, hogy a tesóját nem vették fel egyetemre. És a tesója most otthon ül, halál depressziós, fogyott 10 kilót. Akarok írni egy dalt, amivel egy kicsit kihúzom. Ezzel már csak elkezdek gondolkodni, hogy nekem volt -e ilyen, és akkor nekem meg jut, hogy nekem meg az volt a para, amikor felvettek az egyetemre, és nem tudom, hogy mi a fasz fogok ott csinálni, mert ott nyilván nem ezt hallgattam, hanem közgazdaságtan. És nem tudom, hogy mi a fasz legyen. És szépen visszaraktam magam 18-20 éves koromba, és ez egész megakadásnak a, hangulatát valahogy saját magamból szedtem össze. Tehát nyilván ez nem fokozható a végletekig, meg nem, nem lehet minden esetben olyan dolgot találni, de, de, de hogyha ha tényleg az van, hogy a, a saját mélyedbe akar, tehát ha, ha, azt akarod, hogy átjöjjön, hogy ez a te személyes sztorid, akkor valahol saját mélyedben kell szerintem egy pici kapcsolódást keresni azzal, amivel. meg olyan is van sokszor, hogy, hogy hogy azt mondom, hogy figyelj, nincs neked három jó sorod, bármilyen dalra. És egyébként nyugodtan. És ilyen is volt, hogy tök jól működött, hogy valakitől kaptam egy olyan versszakot, amit megírt nagyon régen, két éve félre nem tudott velem mit kezdeni, viszont, viszont Nyilván ez is véletlen, de találtam benne valamit, amivel el tudtam indulni. Tehát, hogy mondjuk egy jó nyitóképet, egy jó helyzetet, vagy csak egy jó flash hogy jó, ja, erről lehet számot, én még nem írtam számot. Az a lényeg, hogy, hogy, igazából mindent ér, az a lényeg, hogy valahogy egy picit bele kell magatokat húzni abba a, a, a dalba, amit kaptatok. Nem lehet teljes eltartása, szerintem. Aztán lehet, hogy meg lesz a saját módszeretek. Én úgy tudok dolgozni, hogy egy picit bele tudok költözni abba a dalba, és így, így megkeresem benne a saját határaimat. És például én tökre csinálom azt is, hogyha nekem vannak félrakott ötleteim, és kapok egy dalt, akkor így átnézem, hogy, hogy mihova mi, mi, mi -e valahol. Tehát volt egy olyan sorom, hogy a szeretet nem szab feltételeket, és ez így mondom, wow, ez, egy így, uff, hova, meg miért? Tehát tök jó, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen kicsit koelós Insta oldalon jobban néz neki, mint egy dalszövegben. És aztán tavaly kaptam három Margaret Island dalt, és az egyikbe egy bum pont belefért. Ott volt a helye. Nem tudtam miért, de, 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 de meglett a maga a helye egy, egy dalban, ameddig maradunk még be. Jó, uh, mire vigyázzunk rohadtul? A mondom a legfontosabb az, hogy, hogy mindenestül próbáljunk meg a saját tudásunk ismeretében ugyanolyan jó dalt írni, mint a magunknak írnánk. Uh, ezek, ezek, mondom, tehát ezek megint olyan dolgok, hogy mindenki összeszedi a, a maga útján a maga tudását. Nem biztos, hogy van róla egy képe, hogy az mitől jó én nagyjából azokat tudom elmondani, ezek most ilyen nagy általánosságok nyilván, hogy meg erről ez, egy, ez, egy, külön dupla tripla előadás. Én azt gondolom, hogy attól jó egy jó dal, hogy hagy helyet a hallgató sztoriának. Tehát ugye egyszerre személyes, tehát egyszerre úgy érzed, hogy, hogy ő most itt tényleg a saját lelkét adja ki neked, vagy a saját történetét mesélje el, és közben mégis valami fura paradox módon hagy annyi helyet, hogy a hallgató arra a három percre beköltözzön a dalba. Nyilván ezért éneklik az emberek a dalaitokat, vagy a dalainkat, amikor éneklik, meg a szövegeiket, mert bele tudnak költözni. Tehát, hogy, 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 hogy ez, egy, ez egy nagyon érdekes kis libikóka, és erre szerintem nem is lehet, vagy vagy nagyon nehéz modellt alkotni, hogy ez mi, meg megfogni, de egyébként szerintem pont ezt keressük egész életünkben, hogy úgy meséljük el a saját történetünket, hogy az másnak is átélhető legyen. Meg hát nyilván ezek a szokásos dolgok, hogy legyen benne bemondás, legyen valami olyan, ami karakteresen van megfogva az eddig létező 644 millió dalszöveghez képest, mégis ebben a kontextusban valahogy máshogy működik, stb. stb. Meg nyilván, ami nagyon fontos, hogy a, hogy, hogy a szép magyar nyelvvel próbáljunk hálás jó gazdaként bánni, nem nem, nem nem kerékbe törni egy jó poénért, vagy egy valami zenei formáért. Tehát, hogy meg a figyeljünk arra, hogy, hogy akár mekkora ötletünk van, hogyha az nem jön ki, akkor az ötletet fogjuk kidobni. Meg van egy ilyen furcsa dolog, a, a Brody mondta valahol egyszer, hogy nem találtam meg pontosan, de valahogy úgy van, hogy hogy egy jó versben minden sornak jónak kell lennie, és egy jó dalszövegben meg elég egy jó sor. Hogyha valaki tudja, hogy ez honnan van, akkor mondja, mert lehet, hogy nem a Brody, én valamiért hozzákötöm. Én szerintem egyébként ez 2021-ben rohadtul túlhaladott. Tehát most már tartott a magyar popzenei kultúra, meg a dalszövegírói hagyomány, meg most már hívhatjuk egyfajta kincsesbányának, hogy, hogy szerintem most már egy jó szövegben nem egy jó sor van, hanem gyakorlatilag egy jó szövegben már nem sok rossz sor van. Sőt, akkor tud benne maradni egy-egy jó sor, hogyha többi rossz sor, a többi valami akkora eszemen nagy flash, meg eszemen nagy flow, hogy elbírjon még egy rossz sort is valahol. Tehát, hogy szerintem most ez, ez mondjuk az elmúlt ilyen, nem tudom, 15 évben nagyon sokat fejlődött ahhoz képest, ami mondjuk előtte volt beat zene, pop zene, rock -zene cím szóval. Ami nagyon fontos még szerintem egy szövegnél, pontosan ez, hogy ne legyenek nagyon nagy egyenletlenségek. Tehát, hogy, 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 hogyha kész van egy szöveg, vagy azt érezzük mi, hogy kész van, akkor azért még nézzünk rá azzal a szemmel, hogy van-e olyan dolog, ami az írás elején jó ötletnek tűnt, és az írás végén, amikor már van egy, egy rendszerünk, akkor még mindig ugyanerősnek gondoljuk-e, mint a legelején. Én, én szoktam a vége fele mindig így. Sőt, általában az első ilyen demo felvétel után még szoktam cserélni sorokat, meg variálni sorokkal. Egyszerűen az van, hogy, hogy, hogy nyilván a, amikor nagyon ihletett állapotban van az ember, akkor nem is annyira gondolkodik rendszerbe, meg nyilván, hogyha az elejét még más állapotba írtad, mint a végét, akkor lehet, hogy a kettő már nincs teljes harmóniába. Van egy nagyon vicces, ezt viszont tudom, hogy kimondta, Hunter S. Thompson, aki ugye a fejlelmes reszketés Las Vegasban írta, meg, meg még egy csomó mindent. Ő mondta, hogy ha józanul írsz, akkor szerkesz betépve, és ha betépve írsz, akkor szerkesz józanul. Az nyilván ugye arról szól, hogy, hogy, hogy egyrészt maga az, az, alkotás egy fura tudatállapot, ezt inkább prózára mondtam úgy, de hogy az alkotás ugye legtöbbször egy, 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 olyan tudatállapot, hogy így bekattam valami, és így visszafló valahova, ami nyilván nem feltételezi, hogy, hogy teljesen tiszta és konzekvens vagy, nem árt ránézni a végén kicsit észszel. A józanul írsz és szerkepbe betépve, nem tudom, mire gondoltok. Uh, jó, uh, és akkor amit ígértem még, hogy mit csináljunk, ha megakadunk. Tehát, hogy így, uh, amikor én megírtam életem első olyan dalszövegét, ami nekem is tetszett, az uh, most nem olyan régen jöttem rá, hogy, hogy nem csak az volt, hogy az eredmény volt jó, hanem akkor voltam először olyan flow-ba, hogy így volt egy ötletem, és három-négy perc alatt így, így kijött az egész nagyon sokszor volt előtte, hogy így én akarok dalszöveget, én akarok verset, faszont, ugye minden, csak valamit írni akarok. Fogtam a kis füzetem, lementem a térre, ültem és így vártam. És hát persze nem jött semmi. És aztán pontosan emlékszem, egy lépcsőházban voltam, valahonnan mentem valahova, beugrott egy sor, és arra emlékszem, hogy visszarohantam, leültem, megírtam, és működött a dal. Tehát még valami akkori

a flow -ja mennyi egy teljesen összpontosult, a motivációt a maximumig fokozó élmény, melynek során az ember képes teljesen egy gondolni, figyelni, és megfelelően átélni a saját érzelmeit a legjobb teljesítmény vagy tanulás véget. A flow élmény -ja egyik legbiztosabb jele, hogy ösztönösen akár kitörő örömet érzünk, miközben egy adott feladatot adunk, oldunk meg, de a flow úgy is lesz kéni, mint egy lebegést, amikor csak az adott feladatra fókuszálunk. Tipikusan egyébként a zenészeket és a sportolókat szokta a felemlegetni, és a vallást. Úgyhogy, úgyhogy az, az, egy fura, ezt gondolom már mindenki átélte, zeneszerzéssel ugyanúgy, mint szövegírással, hogy ha, ha, jön egy jó ötlet, és pont a megfelelő hangulatban vagy, akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon gördülékeny, nagyon fasz a dolog. Viszont gondolom azt is mindenki átélte már, hogy ez nem mindig van, és nem gomnyomásra van, és nem úgy van, hogy elkezdem, és valamikor így pillanat alatt megakadsz, vagy kiesel. És akkor persze mindig keresed a külső okokat, de már nagyon, -nagyon nehéz visszamenni. Nekem igazából most tavaly a második hullámnál volt az a, az a flessem, hogy így hogy rohadt sok időm volt írni, és nem az volt, hogy... hogy hogy ilyen reszli időkben tudtam csak írogatni, hanem tényleg az volt, hogy most akár annyit íratnék, amennyit akarnék. És akkor kezdtem, nekem akkor kezdett el nagyon működni a dolog, amikor úgy terveztem a napjaim, hogy na most akkor minden este, megpróbálom milyen, milyen, amikor minden este leülök, és írok valamit. És, és az első este az szar volt, és a második este olyan volt, hogy az előző napi borzalomba találtam egy jó sort, amiből viszont azonnal megírtam egy teljes dalt. Tehát, hogy, és aztán ezt még egy olyan négy hónapig csináltam folyamatosan, hogy amikor tudtam, akkor nem egy napot szántam rá, hanem legalább kettőt, és mindig ez volt a dinamika, hogyha nem is voltam hangulatban, akkor, uh, akkor is a következő nap már maradt valami, ami, ami nem el tudtam indulni, és igazából rájöttem, hogy ez egy, egy teljesen százezer százalékosan üzembiztos dolog, de, de valahol el kell engedni azt a félelmet, hogy ez így nem megy. És hinni abba, hogy hogyha eddig ment, akkor ezután is menni fog. És innentől, hogy a szántam rá folyamatosan időt, valami kicsi dolog mindig ment. Mindig. Nem, nem kötött a, 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 dinamikája, tehát hol az van, hogy egy sor jön ki, hol az van, hogy két szó marad, de olyan is van, hogy egy egész, egy egész dal, vagy egy egész, egész szöveg kijön. Tehát így valahogy én elkezdtem rohadtul hinni abba, hogy folyamatos munka kell, hogy legyen a mögött ha azt akarom, hogy az eredmény is folyamatos lenne, lehet az, hogy, izé, hogy ülök kint a gangon, szívom a cigiket és várom a múzsát, csak ugye ez vagy, vagy jön, vagy nem jön. Tehát, hogy ennek szerintem egész életünkben ki leszünk szolgáltatva, csak ezt el kell fogadni. Tehát, hogy szerintem onnantól könnyű, hogy az ember ezt elfogadja, hogy ez van. Hogy ez, 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 ez nem lesz jobb, de hogy egy olyan sok fasságot elfogadtunk már az életbe, tehát ez legyen a legnehezebb, tényleg. Ami nagyon fontos, még nyilván, hogyha nincs mit mondani, akkor nem is lesz, de hogy, 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 hogy érdemes keresgélni a gondolatokat, és egyébként szerintem itt, itt bármit ér, bármit ér csinálni. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy a, a végeredmény úgy is az lesz, amit leírtok a végén, a, a szöveg. Hogy a, hogyha azt vállalhatónak érzitek, akkor tök mindegy, hogy mit csináltok. Tehát, hogyha valaki a rimkereső.hu-n keresi meg, hát hajrá! Tényleg, ha valaki elolvassa a kedvenc izé, könyvét 134-szer, ezekre mondom, hogy magán. Úgyhogy, ha csinál egy hatalmas cigit, hajrá, tényleg bármit lehet csinálni, úgyis az lesz a végén, akár most, úgyis az lesz a végén, hogy amit leírsz, hogy a szeresd, vállald. És aztán ki lehet, hogy kiderül, hogy egyébként valahol, akkor is sincs semmi baj. Tehát, hogy volt egy ilyen dalszövegelő tábor, Orfűn július elején, megint egy margaretes példa, bocsánat, amikor a Hujber Szabi jött hozzám oda, hogy ő valamelyik margaret számban sikeresen lenyúlta az én Földre Való című dalomból az egyik képet. A, nem tudom, ott az van, hogy keresed azt, amit az éjszaka elpakolt, és ott is valamit az éjszaka valamit intéz valamivel, nem tudom mit. De hogy ilyen van, tehát hogy ebben semmi cikin is. Tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon véges mennyiségű dolog az, ami egy popdalnak a keretébe belefér, Hogyha valakinek van, tehát, és, és aztán úgyis az lesz nagyon maradandó, ami pont az az icipicivel tér el tőle, amitől csak a tiéd, és pont attól fog nagyot-nagyot menni, és te is pontattól fogsz nagyot menni. Hogyha valami picivel más tudsz adni, ami megadja azt a satisfying a hallgatónak, amire ő igazából vágyik, de mégis egy, egy kicsit karakteresebb, mint ahogy azt eddig hallott és egy kicsit hozzád köthetőbb. Uh, és nagyon fontos tényleg az, hogy, hogy tisztában legyetek azzal, hogy ti hogy működtök. Tehát, hogy fontos az önreflexió. Tehát az, hogy egyszer tudtam egy kurva jó oldalt írni, abból nagyon sok rossz tanulságot le lehet vonni, mert, mert már mondom, van egy csomó dolog, aminek le, valószínűleg, lehet, hogy pont akkor történt meg veled, de semmi köze a dalszöveghez. Mit tettél aznap, vagy mit tudom én, kivel találkoztál aznap, aztán meg lehet, hogy van. De azok a dolgokkal például fontos tisztában lenni, hogy hogy például neked a környezetedet ki kell zárni, nem kell zárni. Na, a kedvenc példám, a, van a Fekete Kovács Kornél nevű jazz trombitás. ő mondta nekem egy ilyen 15 évvel ezelőtt, hogy Matyi, nekem le kell mennem reggel a postára, én aznap már egy sort nem tudok írni. Majd a Tóth Kriszta költőírónő mondta nekem, kicsit ilyen dicsegedve, nem tudom, egy fél egy éve, hogy állok a sorban a postán, és így, és így mire sorra kerültem, írtam egy verset. És akkor most ez hogy a faszban van? Tehát, hogy a posta valószínűleg egyikbe se hibás, csak valószínűleg teljesen máshogy működik a két ember. Tehát az egyik úgy van vele, hogy ő annyira érzékeny ezekre az impulzusok. Jó, a postán nagyon fel lehet baszódni, ezt mindenki tudja nyilván, de hogy a, 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 a kornél oda a maga kis érzékeny 196 centis művész lelkével, és, és, és nyilván besérült azon, hogy hogy néztek rá, vagy hogy nem néztek rá. A Kriszta meg annyira leszarta, hogy tényleg kikapcsolt, itt az meg miatt mi tud történni. Hát várok még 10 percet, hát volt már olyan, és megírt közben egy verset. Tehát nektek fontos, hogy saját magatokról így egy kicsit összerakjátok, hogy, hogy ti hogy működtök. Nem most, <laughs> de, de ez fontos. Az eszterázónak például van egy olyan mondás, hogy egy szövegből meg tudja mondani, hogy ezt nappal írták, vagy éjszaka. Nem tudom, így van-e, kurva jól hangzik, valószínűleg nála ez így volt, de hogy valaki ez is számít. Nekem nyilván az a sokkal jobban megy, szerintem általában mindenkinek amúgy. Meg ami nagyon fontos, hogy nem minden dal születik egyformán. Tehát, hogy, hogy az egyik dalt így írod, mert megpróbálod 160-szor felidézni ugyanazt az élményt, ugyanaz, tehát nem, egy másik dal lehet, hogy így nem fog megszületni. De hogy így, tehát tényleg gondolom mindenkinek megvan az a flash, hogy egyszer csak így kijön belőle egy dal, és aztán vannak olyan dalok, amik meg így nem is gondolnák, de például a a Beatlesnek a yesterday -e, vagy a Guns a, a november az mind a kettő olyan dal volt dokumentáltan, amit évekig gyúrtak a szerzői. Volt egy jó ötletük, nem merték elbaszni. A Yesterday -e eredeti szövege a rántottáról szólt. Scrambled eggs, scrambled eggs. Igen. Meg az is nagyon fontos, hogy van, aki eleve tudja, eleve tudja hogy, hogy, annyira kikészül az írástól, mert annyira mére megy magában, hogy tudja, hogy ezt nem akarja folyamatosan átélni. És volt egyszer egy, egy, egy ilyen beszélgetésem az esti kornélosokkal, és mondta a Dodi, hogy ő egy évben ilyen max 10 hetet tölt azzal, hogy szövegeket ír, mert egész egyszerűen nem akarja szenvedtetni magát. Tehát, hogy ő, ő csak akkor ír, ha szarul van. Ha szarul van, akkor ír, de amikor jól van, akkor neki nincs olyan mondani valója, amit ő, őt szerzőként érdekelné. Na akkor jól van, akkor örülnek neki, hogy jól van. Akkor lehet moziba menni, lehet csajozni. De, de arról nem fog dalt írni, mert az ő világa az nem ez. Viszont amikor szarul van, akkor tudja, hogy írni fog. És az élete is könnyebb ettől, ő így működik. De ő valószínűleg meg, ő meg valószínűleg nem fog a huligánsznak írni soha. És ugyan ő hasonlította kicsit egy jónáshoz pont ezért, hogy neki az egész az egy ilyen nagyon fura belső folyamat. Úgyhogy így, és az utolsó, az utolsó gondolat, amit felírtam még a megakadásnál, az az, hogy, az, hogy, hogy merjünk mindig hozzányúlni. Tehát, hogy, hogy ne, ne Tehát, min, mindenki nagyon szeretne már túlesni, hogy befejezze, lerakja, kész legyen, kurva jó, lehessen mutogatni. De hogyha nem jó, akkor bele kell nyúlni. Hogyha van benne valami, amiben biztosak vagyunk, és van még mindig van bennünk bizonytalanság, akkor nem mutogatni kell, hogy mindenki megmondja, hogy de higgy el, hogy kurva jó. Mert nyilván a csomó mindenki azért fogja azt mondani, hogy kurva jó, mert szeretiteket. De hogy ha ti érzitek, hogy ez még mindig nem kurva jó, akkor még egy kicsit mindig lehet szőrözni, és nem, nem szabad sajnálni. Egyébként nekem olyan is volt például, és akkor ez most meg inkább a producereknek van, hogy, hogy volt egy, egy dalom, amit szépen felvettem kerek egészben úgy, ahogy, és éreztem, hogy valami nem fasza, és utána volt olyan, hogy egy egyben meghagytuk az énekdallamat, meghagytuk a szöveget, és az egész zenét kicseréltük a picsába alatta, és lett egy kurva jó dalunk. De ugye ez is az kellett, hogy így piszkálja valami, hogy ez, meg ebben van valami, de ez, ez így még mindig nem. Tehát, hogy, 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 legyen ilyen önreflexiótok, meg, meg lehetőleg tényleg olyan emberekkel vegyetek magatokat körül, ö, aki ezt meg tudja tenni. Nagyon nehéz minden zenekarban ez a dolog, mert ugye az van, hogy a turnébúza meg a színpadon az a fasza, hogyha jó a hangulat. Nem, nem, anyázni akarunk, meg nem dúzzogva ülni. Viszont nagyon nehéz dolog, hogy, hogy van, szerintem van annak is valahol a realitása, és nagyon sok nagy zenekarnál látta ilyet, hogy emberek, akik 40-50 évig írnak együtt dalokat, valahogy a barátkozásban megállnak egy határon, és pontosan azért, hogy a, hogy a munkában kíméletlenül kritikusak, kritikusak tudjanak maradni egymással. És az ugye, mivel mindenki, mindenkinek annyira a legfontosabb dolog nyilván az, hogy, hogy legyen a dal, hogy abban nem fér bele az, hogy, hogy jó, inkább azt mondom neki, mert most nem akarok Feszkót, meg kell neki mondani. Ha ez még tud jobb lenni, akkor ezt meg kell mondani, mert különben nem lesz jobb. Ennyire készültem. Köszönöm.